Hol a kérdéssel, hogy kihez kell imádkozni? Istenhez vagy Jézushoz? Már többször találkoztam magamban is. Ez a kérdés felmerült. Több alkalommal is. Hogy van az élő Isten, és hogy igazából nekem hozzá kell szólni, ugye? De mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan Jézushoz imádkoznak. Őt hívják segítségül, az ő nevét hívják segítségül, hozzászólnak, mint barátjukhoz. Vajon ez helyese? Vagy mi a válasz erre a kérdésre? Mi a helyes válasz? Hogyan kell imádkozni? Mi a helyes ima? És persze, még mielőtt bárki félreértené, fontos azt is kimondjam, hogy nem kell imádkozni. Istennek a gyermeke nem azért imádkozik, mert kell imádkozni, hanem azért, mert vágyik rá. Vágyik a társalgásra, egy meghitt társalgásra, amelyet sokszor képtelen megvalósítani embertársaival. Vágyik arra társalgásra, amelynek van gyümölcse, amiben van megértés, van vigasztalás, van bátorítás. És ilyenkor az ember ugye Istenhez kiált. Istenhez szól. Persze, mint tudjuk, a legtöbben úgy imádkoznak, hogy elmondják Istennek az ő bánataikat, az ő dolgaikat, nehézségeiket, vágyaikat. És sajnos ezt a, mondjam azt, vallásos imát szokta meg az emberiség, ehhez szoktunk hozzá, és ettől várjuk a változásokat, hogy folyton elmondjuk Istennek, hogy mit gondolunk mi a mi véleményünk, a mi bánatunk, kívánságunk, stb. Viszont tudjuk jól, hogy az imádkozás az nem más, mint beszélgetés Istennel. És hogyha beszélgetés, akkor társalgás Istennel. Ha társalgás, akkor párbeszéd Istennel. Drága barátaim, párbeszéd Istennel. Mit jelent a párbeszéd? Az, hogy ha ketten mi találkozunk élőben négy szem közt, szólunk egymáshoz, egymást meghallgatjuk, egymást inspiráljuk, egymástól kapunk valamit. Ha mi ketten beszélgetünk, akkor nem csupán én beszélek, mert hogyha csak én beszélek, akkor viszonylag egyoldalú lesz a mi beszélgetésünk. Így van-e? Közben azt mondja, kedves barátom, hogy a pozíción van a lényeg, azt mondja Jézus. Igen, erre is kitérünk mindjárt. Hogy a lényeg igenis a pozíción van. Nagyon fontos a pozíció is. Hogy milyen pozícióban imádkozunk. Tehát nyilván az ember, amikor az imádkozás fogalmát hallja, akkor nem a kézállásra, nem a fejállásra, nem a hídra, nem a fekvő pozícióra gondol, hanem a térd. A térden állva. Azzal is ugye kifejezve az alázatot, a bizalmat, Istennel szemben. És főképp a térdállást én nem csak fizikailag értem, hanem főképp lelkileg, szellemileg. Amikor az ember teljes bizalommal, teljes alázattal, szelídséggel fordul Istenhez. Tehát lélekben térden van, alázatban és szelídségben a mindenhatóval szemben, hogy meghallhassa az ő hangját.
hogy a beszélgetés, a társalgás, a párbeszéd ne legyen egy oldalú. Nem legyen kölcsönös, legyen egy kölcsönös áramlása a gondolatnak. Kimondom, kigondolom azt, ami bennem van. Viszont hallom a választ is a kérdésre, drága barátaim. Ha nem hallom a választ a kérdésre, akkor ugye nyilván teljesen egyértelmű, hogy a társalgás, az ima csupán egy oldalú volt. Én mondtam el Istennek a véleményemet, mintha ő nem tudta volna amúgy is, annélkül, hogy elmondtam volna neki, hogy mi az én nyomorúságom, mi az én bánatom, mi az én kívánságom. Tehát megmondatott az is, hogy Jézus által, hogy még mielőtt kérnénk a mindenható előtt, nem titok az, ami bennünk van, ő tudja. Ha kigondoljuk, ha kimondjuk is, magunkért mondjuk ki, nem ő érte, mert ő tudja, előtte teljesen nyilvánvaló, hogyha megvallom a bűnemet, a bűneimet, Isten és ember előtt, én azt főképp magamért teszem, mert Isten ő tudja, mindenképp tudja. Én azért vallom meg, hangos szavakkal vagy gondolatban, hogy én szembesüljek azzal, hogy mi van az én lelkemben, az én szívemben. De viszont nagyon fontos, hogyha már kigondoltam vagy kimondtam azt, ami bennem van, kapok rá választ. Jön-e válasz a kérdésre, vagy sem? És úgy gondolom, hogy ezen a ponton fogjuk tudni megérteni, hogy hogyan jó, hogyan fontos, hogyan hasznos imádkozni Istenhez vagy Jézushoz. Nagyon sokan érvelnek, teológusok, ugye ilyen vallásos emberek, érvelnek amellett, hogy Istenhez kell imádkozni, nem Jézushoz. Mert ő a mi atyánkban ugye azt tanította, hogy Istenhez imádkozzunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Viszont van egy nagyon fontos dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyjunk. És aminélkül teljesen fölösleges és teljesen meddő a mi imádságunk, a mi imánk, a mi beszélgetésünk Istennel. És ez a dolog nem más, mint az, az egyszerű tény, hogy az Úristen kijelentette magát Jézusban. Azt mondja Jézus, hogy hálákat adok neked, atyám, mennynek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek is az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Elrejtetted a te dolgaidat, a te igazságodat, az okoskodók, az alázat nélkül valók, a szelítség nélkül valók elől, a földi gondolkodás, a földi bölcsesség szerint élő emberek elől elrejtetted a teremtés igazságait, mennyei atyám, és megjelentetted azt a kisdedeknek, a gyermekeknek, a szelídeknek, az alázatos szívűeknek. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, mondja Jézus. És senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Mert a fiú az atyától jött. Belőle született. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni, a fiú, aki az atyától született, az atyától jött, aki a szent lélektől született, nem a testtől, nem az emberi testtől született. Testből született, testé lett, de a szent lélektől, Istentől fogantatott. Ezért ő ismeri az ő édesapját.
És azt mondja nekünk, hogy senki nem ismeri az ő édesapját, csak ő, és akinek ő megmutatja. Kinek mutatja ő meg? Aki hozzáfordul személyesen. Miért fordulna valaki Jézushoz, Krisztushoz? Nem a valláshoz, nem egy keresztény szektához, felekezethez, személyesen hozzá, a fiúhoz, mert ő ismeri az atyát, és senki nem ismeri az atyát, csak ő, és az, aki tőle megkapja az atya ismeretét. Azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, hozzám, Jézushoz mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Magához hívja a megfáradtakat. Miért fáradtak meg az emberek? Te miért fáradtál meg? Én miért fáradtunk meg? Azért, mert olyan terheket hordoztunk egész életünkben, drága barátom, amelyek nem az atyától vannak. Az atya, a Teremtő Isten nem ad az ő gyermekének elhordozhatatlan terheket, olyan terheket, amelyek alatt megfáradnak. Drága barátom, mi megfáradtunk, mert olyan terheket vettünk magunkra, amelyek nem Istentől vannak. Ezek a hazugságok, a világ hazugságainak és a bűneink terhei, drága barátom, az alatt görbült meg a hátunk, a hátgerincünk, fáj a talpunk, fáj minden porcikánk. Mert olyan terhet vettünk át a hazugság urától, a világatyától, amely nem a miénk, amely nem a Teremtő Istentől származik. És azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek a világ hazugságai és a bűnök által, amiket felhalmoztatok ti is magatokban. Tudatlanul, persze, tudatlanságban tettétek ezt. De megteltetek ti is hazugsággal és bűnnel. Gyertek én hozzám. Ő ezt magára mondja, hogy ő hozzá személyesen, hozzá forduljunk. Vegyetek föl magatokra az én igámat, mondja. Elveszi a mi régi terhünket, hogy ez a megbocsátás. Megbocsátja, ha hozzáfordulunk, megbocsátja, mert ő hatalmat kapott erre. Megbocsátja a mi bűneinket, a mi tévegésünket, elnézi nekünk, és ad helyette egy másik igát, egy másik terhet, azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Miért gyönyörűséges az ő igája? Miért könnyű az ő terhe, drága barátaim? Azért, mert ő az igát, ő a terhet, az élet szerzőjétől, a Teremtő Istentől kapta. Nem a hazugság atyától, drága barátaim. Márpedig, ha a Teremtő Istentől kapta ő az igáját, a terhét, kapott hozzá erőt is, amivel az elhordozhatja. Így van-e? Tehát ő megkapta az erőt, a bölcsességet, a szeretetet ahhoz, hogy elhordozza azt a terhet, azt az igát, amit ő kapott az élet szerzőitől, a mindenség teremtőitől. Ez itt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Tegyétek le a régit a kereszt aljába, a hazugságok, a bűnök terheit, forduljatok hozzá személyesen. Ismerkedjetek meg vele az ő szavaival, az ő kijelentéseivel. Fele beszéljetek, válaszol, és ad egy másik terhet, egy másik igát
számunkra, amihez már van erő a mindenható Istentől, nem fogunk meggörbülni, meggörnyedni alatta. Tehát itt látjuk jól, hogy Jézus nem azt mondja, hogy menjetek az én atyámhoz egyenesen, ne is foglalkozzatok velem, nem ezt mondta. Azt mondta, gyertek hozzám, mert én megmutattam az élet útját. Senki nem mehet az atyához. Csak ő általa, mert ő az út, az igazság és az élet, és ezt megmutatta számunkra. Tehát akkor baj-e, hogyha valaki egyenesen Jézushoz imádkozik? Nem baj, sőt ellenkezőleg. Ő maga mondta, hogy hozzá forduljunk. Itt kezdődik a mi megváltásunk, amikor mi elmével, szívvel, lélekkel, cselekedeteinkkel hozzá fordultunk. Ez a megváltásnak az első napja, az első lépése. Hogy hozzá fordultunk, hozzá szóltunk, mert megadatott neki minden hatalom. Ez meg van mondva több helyen is. Égen, földön és a föld alatt. Mindenhol. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Tehát akkor baj, hogyha hozzáimádkozunk? Sőt, ellenkezőleg. Nem baj. Hanem ellenkezőleg. Jó, fontos. Ez az első lépése a mi megváltásunknak. Amikor megismerjük őt, és el tudjuk hinni, hogy tényleg ő volt az Úristen kijelentése. Ő még mindig, mert nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Azt mondja Jézus, hogy ama vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam nektek. A Szent Lélek, Istennek a jelenléte, ő is azt juttatja eszünkbe folyton, amit ő mondott nekünk, Jézus. Tehát én hozzászóltam, miután meghallgattam őt. Mi történik az olyan személyekkel, akik hallják azt, hogy ő Istennek a kijelentése, Istennek a szava, ő Istennek a szava, aki által és ami által az ember megszabadulhat világi kötelékeiből, és mégsem fordul hozzá. Az történik, drága barátaim, hogy az ilyen személy, ha imádkozik is egyáltalán, kihez fog imádkozni? A szerintem Istenhez, az én véleményem szerint Istenhez, az úgy érzem Istenhez, az úgy gondolom Istenhez, az azt mondják egyesek Istenhez fog imádkozni az ilyen személy, drága barátaim. És mi fog történni? Nem jön válasz az imára. Miért? Azért, mert az ember, aki nem ismeri Jézust, egy általa elképzelt, a világból merített, a filmekből merített Istenhez fog imádkozni, ami nem más, mint egy bálvány, emberi képzelet szüleménye csupán. És a bálványnak van szeme, van orra, van füle, de nem válaszol, nem beszél, nem tud segíteni. Nem tud segíteni, mert bálvány, emberi képzelgés szülemény az egész, a jó Isten, a magyarok istene, a japánok istene, a zsidók istene, mindenféle Isten. Emberi képzelgés szüleménye. De viszont épp ezért Isten kijelentette magát, hogy ne képzelegjünk össze-vissza, hanem ahhoz az Istenhez imádkozzunk, aki ténylegesen, tetlegesen képes válaszolni az imáinkra. Ahhoz az Istenhez, akivel tudunk társalgásban lenni,
párbeszédben lenni? A kérdésem az hozzá, drága barátom, hogy te hallod-e Jézus szavát, vagy sem? Hallod-e a Krisztusnak a szavát, vagy sem? Vagy imádkozol, és semmi nem történik, semmi változás nem történik az életedben. Miért nem történik a változás az életedben? Azért, mert egy olyan Istenhez imádkozol, amit te képzeltél el, vagy más emberek, vagy a könyvekből olvastad, a filmekben láttad. De ez egy bálvány, egy képzelgés, képzelet szüleménye. Nem tud válaszolni, mert halott, nem létezik. Ezért mondatik a sátánról is, hogy nincs, noha mégis van, de még sincs, ugye? Hát a sátán van is, meg nincs is. Az embernek a fejében van a sátán képzelet szüleménye, nem valós Isten. Nem valós Isten. És minden olyan Isten, akihez imádkozunk, az összes ilyen jó Isten, akit mi nem ismerünk, ugyanaz, a sátán. Nem tud segíteni, csak még jobban beletaszít a kátyuba. Ez történik. Ha Istennek a szava, Istennek a beszéde nem más, mint Jézus Krisztus, hát akkor egyértelmű, hogy először én meghallgatom őt. Így van-e? Ez a legelső lépés. Meghallgatom őt. Nem én fogok neki ottan filozófálni, hogy szerintem Isten hogy gondolja, hanem ha hozzáfordulok, akkor meghallgatom, mit akar ő nekem mondani. Eleget hallgattam már a világot, a televíziót, a filmeket, a barátaimat, az ellenségeimet, anyámat, apámat, testvéreimet. Mit mond Isten? Jézus azt mondta, hogy ő Istentől szólt. Mit mond ő? Kíváncsi vagyok. Meghallgatom. És azáltal, hogy elkezdem őt hallgatni, elkezdődött az ima, a párbeszéd vele. Hallom őt, bemegy a füleimen, az elmémbe, a szívembe, a lelkembe. Felhoz onnét dolgokat, felhozza a bűneimet, megmutatja számomra, ki vagyok én valójában. Felhozza a múltamat, felhoz mindent, megmutatja, hogy melyek azok a haszontalan kacatok, amelyek engemet hozzá láncolnak a hiába valósághoz, a fizikai dimenzióhoz, az elbukott világhoz. Segít nekem. Megmutatja azt is, hogy hova hív engemet. És imádkozunk. El van kezdődve az ima, a társalgás, a párbeszéd. Nem csak én mondok valamit Jézusnak. Nem csupán én prédikálok neki, nem csupán én gondolok valamit, hogy mi az én vágyam, a véleményem, nehézségem, hanem hallom a válaszokat, és az ő válaszai engemet megelevenítenek, megújítanak, felemelnek, megtöltenek lélekkel, élettel. Csordultig van az én poharam, tudok adni belőle másnak is. Mert az imám során én hallottam a válaszokat. Nem egy általam elképzelt Istenhez imádkoztam, hanem ahhoz, aki kijelentette magát a Krisztus Jézusban. Hozzá imádkoztam én. És jött a válasz. Annak bizonyítékául, hogy ő élő Isten. Élő Istennel van nekem dolgom. Vele beszélgetek. A ma vigasztaló pedig a Szentlélek. Ő Isten maga. A Szentlélek, ugye? Isten lélek. Milyen lélek? Szent lélek. Tiszta, tökéletes lélek. Hogyan kapom meg? Hogyan találkozok vele? Jézus Krisztus nevében, az ő tanításai szerint beveszem az ő szavait, megrágom, megemésztem, engedem, hogy tápláljon. És akkor megéleződik a látásom, kiéleződik a látásom, a hallásom, és hallom a tökéletes lelket szólni hozzám. Aki megtanít mindenre engem, és eszembe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott nekem, amit olvastam az evangéliumból. Ez történik nap, mint nap. Barátaimmal beszélgetünk, cselekszünk valamit, csinálunk valamit.
folyton a lélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus mondott, és megelevenít, megtölt erővel. És ha mondunk valamit, azt hatalommal mondjuk, erővel mondjuk, szeretettel mondjuk, és élet van benne mások számára is, nem csak számunkra. Mi már megkaptuk, mi már megelevenedtünk. Újszülöttek vagyunk ugyan, még nem nőttünk fel, nem lettünk teljesek Isten igazságában, de megkaptuk az eledelt, a mennyei mannát, a mindennapi kenyeret. Van, amiből adjunk másoknak is, mert kaptuk ajándékba. Hogyan kaptuk? Az ima által. A beszélgetés, a konverszáció, a párbeszéd által, az Istennel folytatott párbeszéd által, aminek az első lépés az volt, hogy hát Istenem, valami nem stimmel az én életemben. Valami nem stimmel, mert mindent kipróbáltam, és még sincs nyugalmam, nincsen lelki békém. És akkor a mindenható Isten lehetővé teszi számomra azt, hogy egy emberen keresztül halljak az ő szaváról, Jézus Krisztusról. És megnéztem, hogy mit mondott ő. Kíváncsi voltam, megnéztem, elolvastam. Alázattal, gyermeki alázattal térden, lélekben, szellemben térden. És megértettem. Isten visszaválaszolt. Először hozzá kiáltottam, mint tudatlan, buta ember, elveszett, tékozló fiú. De ő válaszolt, olyan személyeket küldött az én utamban, akik beszéltek nekem Istennek a szaváról, az ő beszédéről, aki nem más, mint Jézus Krisztus, az ő evangélium, az ő tanításai, az ő szavai. És én azt mondtam, hogy hát megnézem, megvizsgálom azt is. Megvizsgáltam, és betöltött az ő jelenléte. Éreztem az igazság, a szívem dobogott, turván dobogott. Éreztem, kiugrik a helyéről, mert éreztem, hogy az igazság, amit én mostanig hallgattam, az csak ilyen mézes macak. Jó volt a füleimnek, de nem volt ereje, nem volt hatása. És ezt most olvasom, ezt most hallom valakitől, és érzem, hogy erő van benne, élet van benne. És hallgattam, meghallgattam. Beszélt hozzám Isten, Jézus Krisztusnak a szava által. Megszerettem azt. Kérdeztem. Jöttek kijelentések. Panaszkodtam. Jött vigasztalás. Megszomorodtam. Jött megnyugvás. Mert imádkoztam, imádkozok. Imádkozunk. Ketten beszélgetünk, társalgunk. Mit mondott Jézus az ő tanítványairól? Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz a ház ura. De én, amit az atyámtól hallottam, mindent tudtulattam néktek, mostantól ti az én barátaim vagytok. Baráti beszélgetésben vagyunk vele, az ő lelkével, avval a lélekkel, amely feltámasztotta az ő meggyötört, megkínzott és megölt testét a halálból. Baráti kapcsolatban vagyok vele, beszélgetünk, ez az imádság. És jönnek megértések, kijelentések folyton. Mert megmondatott, hogy mindenkinek megválaszol, aki őszinte gyermeki szívvel fordul hozzá, meg fogja kapni a választ minden kérdésre, mindent látni és érteni fog. Csordulté lesz az ő pohara, tud adni vizet, az élet vizét, meg tudja osztani másokkal is. Aki a jó Istenhez imádkozik, vagy egy ilyen Istenhez, akitől mindig megrendeli az ő kívánságait, nem fog kapni válaszokat. Nem fog elmúlni az ő békétlensége, nem lesz megnyugvása, nem lesz igazi reménysége, nem lesz szerelme, nem lesz igazi jó kedve, amit meg tudna osztani, amivel fel tudna vidítani másokat is.
csak ilyen mesterségesen, alkohollal, a testi vágyak kielégítésével csinált jó kedve lesz, ami ideig óráig való. Mert minden, amit a szemek látnak, és a fülek hallanak, minden elvitetik, minden porrá lesz, minden megrusdázik, akinek az ilyentől van a jó kedve. Meddig fog tartani az ő jó kedve? Tehát kihez imádkozzunk? Istenhez vagy Jézushoz? Nyilvánvalóan a mindenható Istenhez imádkozunk. Jézushoz szólunk, személyesen hozzá lehet beszélni, mert azt mondta, hogy mindent neki adott át az Úristen, nyugodtan lehet, mint baráttal hozzá személyesen szólni. És akkor ő tud hivatkozni arra, hogy emlékszel, mit mondtam neked az evangéliumban, amit Máté barátom leírt, vagy amit János barátom leírt. Emlékszel arra? Na, az a válasz a kérdésre. És ad olyan válaszokat is, ami nincsen leírva az evangéliumban. Olyant is tud adni, de nem fog ellent mondani az evangéliummal. És ez a tisztességes párbeszéd Istennel, hogy én meghallgattam először az ő kijelentését, mert beláttam, hogy nekem szükségem van segítségre, aki be sem látja, hogy szüksége van segítségre, hogyan kaphatna segítséget, aki mindig a saját erejében, a saját intelligenciájában bízik. Hogyan kaphatna választ lélekben Istentől, kijelentéseket, megértéseket, vigasztalást, erőt, bátorítást, aki még be sem látja, mert még mindig az agykontrollal foglalkozik valamelyik iskolában. Úgy gondolom, hogy sikerült valamelyest érthetően elmondani, hogy mi az, hogy ima. Bárki, aki kedvet kapott hozzá, tudja róla, hogy nincs szüksége semmiféle vallásra, semmilyenféle emberi szervezetre, mert egyenesen fordulhat Isten kijelentéséhez, az ő szavához, Jézus Krisztushoz, és fog kapni választ. Főképp, ha gyermek gyalázattal elolvassa az evangéliumot, meg fogja érteni, hogy mi Istennek a beszéde, az ő válasza nagyon sok kérdésre, ami felmerül bennünk. Bárki megteheti, éppen most megteheti, és amennyiben tiszta szívből fakad az ő imája, teljesen biztos, hogy megkapja a választ a kérdésre, a kérdéseire. És meg fogja azt is érteni, hogy kihez fontos nekünk imádkozni, miért Jézushoz imádkozunk, miért vele beszélgetünk. Azért, mert ő Istennek a kijelentése, nem a halott kijelentése, hanem a feltámadt, az élő kijelentése. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!